Azt hiszem, amikor valaki írni kezd, akkor talán végig sem gondolja, hogy hogyan is jut majd el az olvasóhoz az a könyv, és milyen érzéseket ébreszt, hiszen az elsődleges motiváció mindig az, hogy az ember szívében, lelkében levő gondolatok azok valahogy kifejezésre kerüljenek. Egy interjúban olvastam, hogy Léda Rasi írónő esetében nagyjából így volt ez, tehát az életedben volt valami komoly fájdalom, egy olyan pont, amikor úgy érezted, hogy csak a klaviatúra hozhat igazán enyhítést vagy enyhülést a problémádra, és azóta ugye három fantasztikus könyv íródott már. Gondolom, hogy az egykori fájdalom, vagy az a seb, az behegett, és sokkal nagyobb az az öröm, amit az írás maga jelent. Igen, ez így van. Amikor én elkezdtem írni, ugye mondtad, hogy úgy éreztem, hogy csak ez hozhat enyhülést. Igazából én bele se gondoltam, hogy ez nekem enyhülést fog hozni. Amikor én elkezdtem írni, az nem is olyan régen volt, tehát ez 2014 májusában kezdődött, akkor nem ezek a könyvek forogtak az én fejemben, egyszerűen csak arról volt szó, hogy leültem a gép elé, és mint egy napló elkezdtem magamból kiírni adott dolgokat, amik nekem nagyon-nagyon rosszul estek, és utána túlnőtt ez a dolog. Amikor rájöttem, hogy ez nekem használ, akkor arra gondoltam, hogy felesleges lenne arra pocsékolni a klaviatúrát, hogy csak rossz dolgokat vagy fájó dolgokat írjak le, és ezért kezdtem el szórakoztatóbb témák felé hajlani. Akkor még én se gondoltam bele egyébként, hogy mi lesz ebből. Tehát én nem gondoltam, hogy néhány év múlva nem csak három, mert igaz, hogy most három könyv van itt, de igazából már 6 könyv megírója vagyok, és közben írom a hetediket. Gyakorlatilag azért ez azt jelenti, hogy te a nap 24 órájának a jelentős részében azért vagy agyalsz, vagy pedig írsz. Nem tudom, hogy ez a fajta belső kényszer, azt hiszem, ez mennyire uralható? Tehát azért tudod élni normálisan a mindennapi életedet, vagy állandóan ott vannak a gondolataidban? Kell is, hogy az ember élje azért a mindennapokat. Főleg mivel azért nagyon kevesen tehetik meg, hogy alig egy-két könyv után mondjuk azt, hogy feladják a civil állásukat, és csak ezzel foglalkoznak. Ami azt jelenti, hogy ott van a civil élet, nyilván ott a család, ott a háztartás, amit vinni kell, és hát maradnak az éjszakák, amiket az ember ezzel tölt, hiszen az éjszaka az az időszak, amikor az író fent van és dolgozik. Nehéz egyébként, tehát van valami, amiről az ember nem tud leszokni, az az alvás, tehát ez így elég nehezen megy, viszont ha az ember elkezdi, tényleg annyira az élete részévé válik, és annyira rabjává válik, hogy nem opció az, hogy mondjuk időhiány vagy fáradtság miatt az ember pihenjen és ne ezzel foglalkozzon. Azt hiszem, hogy a Harry Potter óta, vagy mondjuk a vámpiros történetek óta nagyon sok ember szívéhez közelebb kerültek azok a lények, akik ugye a te történeteidben is ott vannak, a boszorkányok, a különböző entitások, tündérek, koboldok, vagy olyan lények, akikkel azért normális esetben az ember ugye minden nap nem találkozik. Tehát lett ennek a fajta irodalomnak egy nagyon nagy rajongó tábora, és sokan nyitottak, mert úgy gondolják, hogy tényleg úgy tudnak kiszakadni a mindennapi rutinból, hogyha valami teljesen máshoz fordulnak. Ez neked is egy ilyen nagy ugrás volt, vagy mindig is benne volt a te kis személyiségedbe az e világ felé való vonzódás? Hát, hogyha most édesanyám itt lenne, ő nagyon nagyot kacagna ezen a kérdésen, mert ő pontosan tudja, hogy én kisgyerekkorom óta imádtam ezt a világot. Addig, amíg mások mondjuk féltek a mesebeli boszorkányoktól, én nagyon-nagyon szerettem őket, és a dolognak ez a része megmaradt felnőtt korban is. Tehát van az, ami nem változik, ami annyira az ember része, hogy képtelenség róla lemondani. Nyilván ebből is adódott, hogy a könyveimben ez a stílus az, ami vonz. Nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a fantasy, a misztikum ne legyen benne abban, amit írok, bármi legyen is az. Sok-sok területen ki akarom magamat próbálni, tehát nem feltétlenül csak a fantasy felé hajlok, de valami biztos vagyok benne, hogy mindenben lesz egy kis misztikum.
Ugyanakkor azért a romantika, az erotika, a nőiesség, és nyilván a te saját személyiségednek sok-sok kis szeletkéje és színe is megjelenik ezekben a könyvekben. Nem tudom, mert nagyon-nagyon kevés az időnk, és szívem szerint mindet kivesézném, de talán most, ami most került legújabban a polcokra, ez a Dög című, aminek ugye már a címében is nagyon-nagyon sok minden van, tehát sok mindenre asszociálhatunk, de hát biztos, hogy nem egy ilyen steril papírzsebkendős sztoriról van szó. Nem, nagyon nem. Én hiszem és vallom, hogy a véletlen dolgokból nagyon-nagyon jó dolgok tudnak születni. A Dög az egy ilyen volt. Mondhatjuk, hogy hirtelen felindulásból írtam meg, cirka másfél hónap alatt, tehát ez azért egy elég rövid menet volt. És leginkább az sarkalt rá, hogy annyi hatás ért az ismerőseim köréből is, mindenhonnan ugyanolyan csalódások, frusztráltság, megbántottság. Egyszerűen valahogy ki kellett adnom magamból, és hát a Dög lett a végeredmény. Sokan kérdezik egyébként, hogy miért pont Dög, miért ez a cím. Nem igazán tudok erre mit válaszolni. Ez is egy ilyen hirtelen sugallat volt, de nagyon úgy tűnik, hogy érdemes hallgatni a sugallatokra, mert eddig még mindenki csak dicséri, és elértem vele, amit akartam, igazán figyelemfelhívó cím született meg. Hát figyelj, tényleg szeretnek téged is a boszorkányok, mert ezek szerint jól sugnak, ugye állítólag a Harry Potter is ilyen sugalmazásokból érdemes született. Érdemes hallgatni, igen, érdemes hallgatni az ösztönökre és a sugallatokra, nekem még nem okoztak csalódást. Nos, hát akkor ugye tele vagy ötletekkel, elképzelésekkel, mennyire feszegeted majd ezeket a műfai határokat, vagy hány évre előre vannak meg így nagyjából az ötleteid? Kiadómmal beszéltünk már erről, tehát én a Mogul kiadónál vagyok, és ő azt mondta, hogy én csak írjak, és ő örömmel fog engem támogatni még 30-40 év múlva is, mert amennyi ötlet az én fejemben van, és ugye azért ezeket az ötleteket leszoktam írni, hiszen nyilván ezeket nem kellene elfelejteni. Tényleg én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok könyv jön még, és én tényleg így tervezem az életemet. Nagyon megváltozott az életed? Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, régen nagyon visszahúzódó voltam, és tényleg az a típus, aki otthon ül, és közben azon siránkozik, hogy semmi nem történik vele. Hát most már történik. Egyezünk meg ennyiben, hogy most már történik. Tehát az elmúlt 3 év az egy ilyen nagyon kellemes forgószélhez tudnám hasonlítani. Nos, hát azt gondolom, hogy nagy varázslat, nagy magic az, ami veled is történik, meg valószínűleg azokkal, az emberekkel is, akik beszippantódnak ezekbe a sztorikba és olvasnak, és gondolom, hogy sok-sok visszajelzés is van, hiszen ugye a művésznek a tapsa visszajelzés, az írónak meg az, hogyha valaki megkocogtatja vagy ír rá, és azt mondja, hogy fú, hát ez nagyon jó volt. Így van, és én mindenkit bátorítani szoktam erre, tehát aki könyvet rendel, vagy esetleg engem keresnek meg személyesen, én mindenkinek mondom, hogy írjanak nekem vissza, mert nagyon-nagyon fontos. Egyrészt jól esik hallani, másrészt pedig nagy tanúságok vannak a visszajelzésekben, és ebből tud az ember építkezni, illetve a következő könyvekben adott hibákat mondjuk nem elkövetni, vagy dolgokat máshogy írni, csinálni, hogy még jobban tetszen az embereknek. Vagy akár mondjuk kérni egy dedikálást az írónőtől, mert az igen, az mindig is különleges élmény. Hát az nagyon, mindig különleges. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, de Nyíregyházára is kívánjuk azt, hogy ott azok a kis démonok, koboldok és boszorkányok jó sztorikat súgjanak éjszakánként. Abban a pár órában, amit alvással töltesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.